Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Dombegyházáról, az Agrofert Kft-től. Önök 2002 óta foglalkoznak dinnyetermesztéssel. Mára országosan elismert, meghatározó lett a dombegyházi dinnye. Hogyan sikerült ezt elérni? Kérdezem Dorsinyez Balázs ügyvezető urat az Agrofert Kft-től. Nem tudom, mennyire vagyunk meghatározóak. Ugye már a dinnyetermesztés 22 éve folyik, édesapám kezdte el. Együtt dolgozunk még most is. Nekem ez az idei a jubileum 20. évem, hogy a görög dinnyével foglalkozok. Alapvetően ugye itt a termelésben próbáltunk mindig innovatívak lenni, új fajtákat, új vonalakat behozni, valamint odafigyeltünk, hogy lehetőleg a környékbeli termelők, akik görög dinnyét termesztenek, nekik a integrációját is segítsük. Mekkora területen termesztik a dinnyét és milyen fajtákat jelenleg? Az idejében 65 hektár görög dinnye van, itt, amit itt magunk körül látunk, valamint a termelőtársakkal együtt összesen 300 hektár az, ami az idei évben forgalmazásra, értékesítésre kerül. Itt az elsődleges fajták a fekete, magszegény, sárga húsú, mini baby dinnye, valamint természetesen a porzóként a magvas dinnyét használjuk. Ez a terület 2002 óta nőtt vagy csökkent? 2002 után nőtt, de körülbelül ez az ilyen 60 és 100 hektár között szoktunk minden évben termeszteni. Mekkora sikere van a mag nélküli dinnyének? Mag nélküli dinnye úgy gondolom, hogy most már egy mindenki által ismert dinnyefajta, ugye itthon ennek a fekete héjú változatát ismerjük. Évről évre növekszik ennek a fogyasztása, ugye sokkal jobban eltartható, édesebb és egy jobb megjelenésű dinnye, mint a hagyományos magvas, tehát ez folyamatosan növekszik a termelt mennyiség. A baby dinnye mennyire terjedt el? Előző alkalommal beszéltünk erről. A baby dinnyének van egy kialakult piaca, valamekkora növekedés van benne, de ez kimondottan inkább ez az egy étkezésre, valamint ilyen koktélnak szokták vásárolni, tehát ennek nem is forsos a célja, hogy egy átvegye mondjuk a többi dinnyének a szerepét, de egy folyamatosan növekszik, egy ilyen még egy kisebb szegmens képvisel. Beszélne a nézőknek a termesztés technológiáról, mennyire nehéz szakma ez? Hát minden kertészetes egy könnyű szakma, alapvetően úgy kezdődik a termesztés, hogy kialakítjuk a bakhátakat, utána a csepegtetőcső kerül egy bakhátfólia, ami most már egy 3 éve lebomló fóliából áll, tehát ezt utána betárcsázzuk és ez le fog bomlani ez a fólia. Tehát kap egy pálcákat rá, egy fólialagút, és akkor ebben növekszik olyan április végéig, május közepéig, attól függ, hogy az időjárás mennyire segíti. Utána ezt kitakarjuk, kap egy közfóliát, ami ugyancsak egy lebomló fólia, és utána van a növénygondozás, majd elérkezik a szedés itt ez a június vége, július elejé időponttól, és akkor ez tart egészen augusztus vége, szeptember közepéig. Mennyire sikerült gépesíteni a betakarítást? Részben sikerült, tehát van betakarítógép, de ugye a betakarítógép se automata, tehát arra is kézzel pakolják rá a dinnyéket, ugye abba lehet segíteni, hogy kevesebbet kell a dinnyét dobálni, de ezt nem lehet minden dinnye fajtánál hatékonyan használni. Önöknek komoly válogató és csomagoló üzemük van. Valóban a környékbeli termelők is ide szállítják be a dinnyét önökhöz? Igen, több termelőtárs van, aki hozzánk szállítja a dinnyét, mi ezt áruvá készítjük, és a logisztikát, valamint a értékesítést azt igyekszünk megoldani. Hol értékesítik a megtermelt dinnyét, hol találkozhatnak a nézők az önök dinnyéjével? Az itthoni áruházakban, most nem tudom, hogy mondhatok-e neveket, vagy tehát alapvetően Spárban, Tesco-ban szállítunk itthon, valamint exportvonalat is a Tesco, Lidl, Biedronka vonalra értékesítünk. Az orosz-ukrán háború befolyásolja az exportot? Befolyásolja, ugye Ukrajnába jóval visszaesett a görög dinnye termesztése, ez a cseh-lengyel vonalon ugye eddig jelentkeztek ezek a mennyiségek, ezek most jelenleg a Ukrajnából nincsenek ott, tehát itt ez,
ezeket az országokban általában, az idei évre sajnos ez nem jellemző, de általában azt jelenti, hogy többet tudunk szállítani ezekbe az országokba. A felvásárlási árakkal hogyan van megelégedve hát jelenleg? Abszolút nem. Most jelenleg abszolút nem. Nagyon, nagyon jól indult az idei év, korán indult. Itt a belföldi piac elég szépen szerepelt, de mióta az exportok elindultak, ott a előző három hétnek a rossz időjárása miatt nagyon nagy fölhalmozódott mennyiségek vannak a déli országokban, amik nagyon nyomott áron mennek ezekre a piacokra, és ezért nagyon, nagyon gyenge fölvásárlási és értékesítési árak vannak. A dinnye vízigényes növény hogyan oldják meg az öntözést, honnan kapják a vizet? Hát mivel csepegtetőről beszélünk itt, ezt elsősorban is csak kizárólag jelenleg útvízről öntözzük. Tehát fúrott kutyaink vannak, valamint a marosból kapunk vizet. A maros vízhez, hogy csepegtetőbe tudjuk juttatni, egy nagyon komoly szűrőrendszerre lenne szükség. Amíg ugye ezt kútból meg tudjuk oldani, addig az az elsődleges. Az Unióban folyamatosan vonják ki a növényvédőszereket, ez befolyásolja a dinnyetermesztést. Hát ez komolyan befolyásolja, tehát évről évre egyre nehezebb a görög dinnyét. Mondom, hogyha nincs baj, akkor minden rendben van, de amikor tényleg szükség van növényvédőszerekre, akkor van olyan, tehát a tavalyi évben is voltak olyan fertőzések nálunk is, valamint a környező termelőknél is, amit egyszerűen nem lehetett megállítani a jelenlegi szerekkel, tehát ez hatalmas kieséseket okozott. Most ez a hosszantartó hőség hogyan befolyásolja a dinnye érését? Gyorsítja nagyban, valamint nagyon oda kell figyelni, tehát a magas UV nagyon könnyen kiégeti a görög dinnye tetejét, és akkor ez utána nem lesz értékesíthető. Valamint hát ugye a fogyasztása jótékony hatással van, de ugyanúgy az érést is olyan mértékben gyorsítja, hogy sokkal feszítettebb tempó van. Egy olyan időszakban, ugye, amikor 40 fok van, akkor a dinnyeszedés azért az egy extrém sportnak nevezhető történet. Megviseli a munkatársakat? Igen. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánunk! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra!